Sziasztok! Nagyon vártátok már a harmadik részét a felszereves sorozatomnak. Látszólag nagyon tetszik nektek ez a sorozat, és ennek örülök is. Egyébként ez nekem is még új és szeretem nagyon csinálni, tehát imádom egyszerűen ezt a sorozatot csinálni. És itt is van a harmadik rész. Jó szórakozást! Szóval amikor hazaértem az iskolából, kaptam egy csomagot, és ennek a tartalmat egyébként már a Facebook oldalamon is, az Instagram profilomon meg is osztottam veletek. Egyébként aki ezeken a platformokon is szeretne követni, annak mondom, ott a leírásban a link. Az LG megtudta, hogy új stúdióba költöztem, és küldött nekem egy monitort. 21.9 Curved Ultra Wide Monitor, 29 inch. Az igen, gyerekek. Ezután is meg szeretném köszönni az LG-nek, hogy megszponzorizált egy ilyen monitorral. Ott van, ott meg a régi, nem tudom mennyire látszik. Szóval ugye nekem ez a régi monitorom, ez pedig az új. Ez 81 centi, ez meg 73. Isten jó ég, úgy értem, nem tudom, hogy a régi monitorommal hogy tudtam nektek videót vágni, mert annyira különböznek a színek, és nyilván az LG-nél a jó a szín, mert nekem a régi monitorom eredetileg egy tévé. Én egy ilyen gyerek vagyok, aki a tévét használja a monitornak, aztán... Nekem van, tudom, a legkirályabb csengő hangom. Igen. A kábel rengeteget gyerekek még mindig nem tudtam megoldani. Igen, eltakartam őket egy átlátszó kukával. Mintha ez segítene nekem valamit. Olyan keresett személy vagyok ma este, hogy ez hihetetlen. Nem tudom, hogy Einstein bácsit mutattam-e nektek. Ő itt van, hát No24-ben pipázik naponta, én mondom neki folyton, hogy figyelj, nem egészséges. Nem a legegészségesebb dolog, amit te csinálsz, nem érdekli. Itt raktam a drónomat, amit egyébként sikeresen nekireptettem a tévémnek egy olyan két napja. George a virág, igen, még megvan, ott van. Ő egész nap csak pihen. George kapott egy barátot egyébként, full műanyag, Rózsika. És így néz ki nappal, csak hogy így is mutassam meg. Ez a monitor még egyébként nem funkcionál. Olyan videókártyát szeretném majd a gépembe, ami mind a két monitor tudja majd működtetni, és egy pici erősebb is ennél. Ezen az asztalon mindig rendetlensége szerintem, én igyekszem tartani a rendet, de nem biztos mindig össze fog jönni. Egy tapéta, kettő tapéta. Itt egyébként azért nincs befejezve, mert elfogyott a tapéta. És mivel elfogyott a tapéta, felmerült a nagy kérés, hogy befejezzük, vegyek még, vagy maradjon így. És én úgy döntöttem, maradjon így, szerintem ez így nagyon királyul néz ki. Nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek erről, de nekem nagyon tetszik. Az a spanom. És itt van velünk George, a növény. George-ot nagyon szeretem, nagyon jó barátok vagyunk, nem szokott hangoskodni, nem iszik annyit és nem dohányzik. George a legjobb stúdiótárs. George, csak így tovább. Ide hátra szeretnék felszerelni ugyanolyan LED csíkokat, amilyenek vannak, például LED szalagot, ami van ott, ugye, hogy ugyanígy világítson. Ide, ennek a hátába, remélem össze fog jönni. Azt nem értem, miért van ennyi pulcsi itt fent. Ez jó lenni. Voltam a városban és vásároltam a ennek, illetve annak a hifinek ilyen kábelt, ami átalakítsa ebből a piros és fehérből jack dugóvá. Ez azért előnyös nekem, mert ahhoz nem volt, annál meg akadozott. Végre van egy másfél méteres és egy 5 méteres, ez a másfél méteres, és akkor be kell dugni. Ja igen, és még vásároltam a mihez tartás véget még egy elosztót, egyébként ott lent felül, hogyha látjátok, 3 található. Azt most elosszuk, még 4 lesz, és itt pedig van 3, ott még 3, ott pedig még 3, ami még 2-3-ba van osztva. Zseniális, mindjárt 40 darab elosztó van lassacskán a stúdióban. Most még kb. Csak egy ilyen 23-22 van, most meg kellene számolni, hogy 3, 6, 9, 10, 10, 19 van jelenleg, és még lesz. És ezt mind ki fogom használni. Már csak az a gáz, hogy ezt a hosszabbítót hogyan fogom oda fel telepíteni, úgyhogy fent maradjon a falon. Hát igen, így oldottuk meg a LED szalagnak például a... Most rávilágítok a problémára. Így oldottuk meg a LED szalagnak az akkumulátor problémáját. Hát igen, a Cellux az mindenre képes,
itt is jó barát volt a bajban. Amit mi meg kell oldalom, amit nagyon szerettem volna, hogy egyáltalán ne látszódjon ott kábel, hát igen, most azért rendesen látszódik. Teljesen wirelessre akarom az egész asztalt, az kábel no, semmi soron, no kábel. Na, majd azt megoldjuk kicsit később. Valaki érezte kommentben, hogy nem jól vannak elhelyezve szerinte a hangfalak, és meg is fogadtam a tanácsát, ezért most teljesen máshova fognak kerülni. Az egyik nagy például oda. Elvágtam az ujjam, yeah! De már az elsőnél, mikor az elsőt bekötöttem, szóval ügyes vagyok. Bocsánat, hogy mutattam, aki írtozik a virtual, az ne haragudjon. Ennyi lett volna a felszerelve 3, remélem, hogy tetszett nektek, biztos, hogy lesz még folytatása, azt nem tudom, hogy mikor, mert még vannak itt tervek, csak mindig lassan kerülnek ide be a dolgok, tehát ilyen hetes eltolódásra, mint az eredeti dolgok, és akkor nehezebben áll össze a videó, de lesz folytatás. Ha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!